Üdvözletünk! Az Advanced Warfare kapcsán talán a legnehezebb feladat a bevezető megfogalmazása volt, mivel egy évente érkező kicsit leszálló ágba sodródott, ám bár sikeres széria kapcsán már ellődöztük a rókabőr, a fejőstején és minden lehúzásra vonatkozó fejlődést mérsékelten felmutató jelzőt. Az előjelek túlságosan most sem voltak kecsegtetőek, elvégre a Crysisban már látott képességeket próbálnak most újra feltalálni a sledgehammer-ös srácok, és csak abban reménysugárba kapaszkodhatunk, hogy a 3 éves fejlesztési idő elegendő volt ahhoz, hogy minőségi, alapos munkával kényeztessék a Call of Duty rajongóit. A sztori atomklissés és hozzá a szokásos témákat remek alapot szolgáltat egy bikatökű akciózáshoz, amikor kell, jön a fordulat és szétvakítja nem csak a parasztokat, de a városi tahókat is, olyan mértékű és mennyiségű adrenalin löketet kapunk a néhány órás szórakozás alatt. Jack Mitchellt megszemélyesítve a játék elején egy akció során súlyos veszteségeket kell elkönyvelnünk, a katonai pályafutásunk is úgy szakadhat meg, mint ahogy egy testrész amputálódik. Szerencsére Kevin bácsi, azaz Jonathan Iron segítségünkre siet, a modern technikát és orvostudományt kihasználva katyába ráz, feltuningol, és a rehabilitációs oktatómód során újra megismerkedhetünk az Atlas magánhadsereg nyújtotta lehetőségekkel, na meg persze az ember feletti képességekkel felruházó exoskeleton technológiával. Mélyebben nem is mennék bele a sztoriba, de ahogy a sejthető terrorista csoportok és az Atlas világuralmi törekvései szolgáltatják majd az okot az ölésre. Hát kielégítő a kampány, mint mondtam, megfelelő alapot szolgáltat egy atomzúzáshoz, azonban sokkal többet ne várjunk tőle. Az egyjátékos mód, bátran kijelenthetem, felülmúlta elődjét. Igaz, most abba azért talán nem menjünk bele, hogy ez nagy szónak számít-e, maradjunk annyiban, hogy rohadtul szórakoztató, látványos és izgalmas. A változatos helyszínek és az akciójelenetek rendezése kimagaslóan jól sikerült, nem egyszer bólogattam mosolyogva elismerően. Említhetnénk az Antarktisz környékén a hatalmas repülő leszedését és a havas harcokat, a detroiti mocizást, a görögországi hajtóvadászatot, a lagoszi autópályás őrületet, vagy a San Franciscoi Golden Gate hidas akciót. A bridge-elések és a quicktime event részek óvatosan vannak csak jelen, részévé tesznek mondjuk az akcióknak, igaz, ha bénázunk, akkor menthetetlenül megtörik a játék tempóját, de szerencsére olyan sűrűek a checkpointok, hogy nem jelentenek gondot. Az élményt tovább fokozzák a változatos és high-tech fegyverek, valamint a rendszeres és kellemes járműves szakaszok. Előbbiek között akadnak shotgun-szerű impulzus fegyverek, lézerstukkerek, célkövetős MP vagy felderítő gránátok, míg utóbbiak esetében mesterlövészkedhetünk dronnal, szétkaphatunk mindenkit egy tankkal, és még egy science fiction moci csónakkal is felszánthatjuk a habokat. A missziók során fokozatosan megismerkedünk az exoskeleton képességeivel, valamint a különböző kütyükkel, az ütősen felépített, de természetesen agyon szkriptelt szűklináris pályákon. Őszintén szólva, én baromira leszarom, hogy rohanok előre egy csőpályán, ha egyszer ennyire élvezetes akciózást kapok. Azért persze nem csak végeláthatatlan ellenféldarálásról van szó, akadnak lopakodós vagy támogató szakaszok is, és engem mondjuk volt, hogy zavart a láthatatlanul dzsindzsásban való poroszkálás, ellenfeleket szigonnyal magamhoz rántós küldetések, túlságosan visszalassultunk, nem a drónok és járőröző katonák ellen akartam bujkálni, hanem aprítani az új fegyverekkel és eszközökkel. Ugyanis használhatunk exopajzsot, lassíthatjuk az időt, hatalmasokat ugrálhatunk, vagy falakon mászkálhatunk, felpesdült kicsit a játékmenet. Olyan ez, mint valami nagy tűzijáték, és tátott szájjal élvezük a tömény, vénás, pupillatágító hatásvadász jeleneteket. Végül is erről szólakod már egy ideje, és ezt most is jól csinálja. A fejlődésünket a teljesítményünkhöz, pontosabban az eredményeinkhez kötötték, azaz adott mennyiségű fegyveres, gránátos, fejlövéses gyilkolás és megszerzett intel után kapunk egy pontot, amit képességeink és tulajdonságaink fejlesztésére költhetünk. Kellemesen egyszerű rendszer, illeszkedik a játék könnyedségébe. A megvalósítás kapcsán végre jelentősebb előrelépés történt, még ha a konkurensekhez nem is sikerült teljesen felzárkózni. A karakterek és az animációk rendben vannak, olykor nem spóroltak a csinos effektekkel sem, de azért akadnak egyszerű puritánabb helyszínei, lapos szobabelsői, és a rombolhatóság is csak akkor mutogatja magát igazán, mikor a fejlesztők szeretnék. Sokban hasonlít a múlt évi Ghostra, de azért érezhetően látványosabb, finomabb, kicsit talán erős túlzással Next Gen-en vannál. Az audio részleg hozta a papírformát, igaz, a zenék és a mesterséges intelligencia terén nem ártott volna még egy kis kakaó. Kicsit tartottam attól is, hogy Kevin Spacey szerződtetése csak marketingfogás lesz, mondván egy ismert színész játékban való szerepeltetése felkelti az átlagember érdeklődését, de valóban hozzá tudott adni a cselekményhez, ami részben az élethűség határát súroló, félelmetes hazai készítésű átvezető videóknak is köszönhető. Az amerikai szépség, a K-Pax, a közönséges bűnözők vagy a 7. című remek filmek sztárját még megalomán világuralomra törő katonai cég vezetőjeként is öröm volt nézni, hiteles és profi. Szóval az Advanced Warfare meglepően jól sikerült, a jövő hadviseléséért rajongókat leveszi majd a lábáról. Ilyen minőségben lehet évente jelentkezni egy videójáték szériával, és a multiplayer opcióról még nem is beszéltünk, de hamarosan fogunk. Addig is köszönjük a figyelmeteket, sziasztok!